Nagyon sok szeretettel köszöntöm a klubtagokat, és hálás szívvel köszönöm Brugné Jánosnak, hogy eljött és elfogadta a meghívásunkat. Hát gondolom azért valaki valamit tud róla, de azt el kell mondani, hogy ő is Lájfalu szülöttje, ugyanúgy hozzátartozik a gesztenyefánkhoz, úgy, mint az egész családunk. Úgyhogy én egy kicsit, nagyon elfoglalkozom vele. Az az igaz, ami Lájfalhoz tartozik. Jegenyefánkat azt nem mondhatjuk, mert sajnos azt nagy részt már kivágták. Úgyhogy nagyon boldog átettél, hogy elfogadtad a kérdésünket, és kérlek szépen, hogy elejétől kezdve, hogyha mondanál nekünk. 51. június 28-án születtem itt Lányfalun, édesapám törzsgyökeres lányfalusi harmadik generáció, ami biztos, hogy Lányfaluhoz kötődik. Úgyhogy édesanyám az Bakonyból jött, Révéről, itt volt cselédlány, és így kerültek össze. Úgyhogy ennyi az előzmények, az én előttem lévő korszakról, arról a kíváncsiak, azt arról is beszélhetek, de hogy legyen, beszéljek arról is, az én előttem, minden, hogy kerültünk ide Lányfalura, mindenre. Na jó, hát akkor a dédnagyapámék azok hajósok voltak, itt Lányfalun is hajóztak, és itt a Lovard alatti részen akkor is nagy iszap volt, ott siettek el a lovaik, itt maradtak, nem tudtak tovább hajózni. Hát csak annyi érdekességképpen, hogy mint első generáns, mint rovnyai, azok 8 nyelven beszéltek. Úgyhogy mint hajósok. Hogy mondjam, beszéltek németül, lengyelül, tótul, szerbül, románul, törökül, bulgárul, úgyhogy... Még magyarul is. Úgyhogy állítólag fegyvercsempészek voltak annak idején. A forradalomhoz hozták a fegyvert Komáromba, úgyhogy Törökországból, és akkor siettek itt el a lovaik, úgyhogy úgy kerültek föl, másik hajó vitte föl állítólag Komáromba a fegyvereket. Mert akkor ugye nem gőzös hajtott a hajókat, hanem lovak húzták a hajókat. A parton? Tessék? A parton? Igen. Nem, ugyanúgy húzták a hajókat a lovaik, 8 lovuk süllyedt el, úgyhogy ez egy, abban az időben egy nagyon nagy anyagi csőd volt. Apámnak az édesapja, az Pócs Begyeri volt, Oldalnak hívták, és sajnos az a família teljesen kihalt évek alatt. Az érdekesség, hogy a nagyapám ott halt meg, ahol nekem a sikereim kezdődtek birkózásban. Katowicébe még egy érdekesség, hogy 73-ban kint voltunk a világbajnokságon, és a bátyámmal voltunk kint, és mondta, hogy ő elmegy, megpróbálja megkeresni a nagyapánk sírját. Elment a katonai temetőbe, egy hatalmas nagy katonai temetőben, oroszok, németek, osztrákok, minden lengyelek vannak eltemetve, és bement a katonai, ahol ezt dokumentálják, és nem tudták megmondani, hogy hol van a nagyapánknak a sírja, és elment kóborolni a temetőbe, és véletlenül ott állt meg egy ilyen sír előtt, ahol két nagyapánk volt eltemetve, úgyhogy Oldal István, úgyhogy ez az érdekesség ebben a
részből. Tehát apám, mint Oldal Imre született meg, 14 éves korában kellett váltani nevet, mert odáig szerepelt, mint Rovnyai Imre is, és Oldal Imre is, és akkor a dédnagyapámra való tekintettel, mivel hogy ők nevelték föl, fölvette a Rovnyai nevet, és a Rovnyai család így ment tovább itt Leányfalun. Úgyhogy erről az előzményekről. Hát én itt jártam Leányfalun óvodába, iskolába, itt végeztem el. 14 éves koromban elkerültem Szentendrére a HÉV-hez. Ott voltam iperű tanuló. Hála Istennek olyan munkatársak közé kerültem, ahol szinte kötelező volt sportolni. Szentendrén akkor volt a HÉV-nek egy MB2-es röplabda csapata, egy MB1-es kosárlabda csapata, úgyhogy nálunk meg azt mondta a mesterem, a Horváth Sanyi bácsi, hogy addig nem mehetek vissza a HÉV-hez, amíg valamit el nem kezdek sportolni. Elküldtek délbe, menjél el, és egyetlen egy olyan sportcímen tudtam, ahol a bátyám sportolt azelőtt, az az Ötves utca 22, ott az MTK-nak volt a birkozó terme, Imri ott birkozott, ott kezdett ő is el birkozni, és hogy mondjam, ennek a címét tudtam, oda kerültem be, ott is ragadtam meg. Ez 65-ben kezdtem el, és 85-ig birkoztam, úgyhogy elég hosszú időt, mutatom azt. És hát a birkózásról kapcsolatban nekem volt egy olyan edzőm, több jó edzőm volt, hála Istennek, aki emberként bánt az emberekkel, és nem csak mint gépeket. Kovács Gyula bácsi, világbajnok volt 100 kilóba, aki fél órát volt olimpiai bajnok. Tessék? Elvették tőle, rosszul számolták ki az eredményeket, és akkor hoztak egy új szabályt, ami olimpián nem lehetne szabályt módosítani, előtte legalább 6 hét kérne a törvények szerint, de ez sem igaz, mert már ezt, hogy mondjam, Ausztráliában is meg, az Ausztrál olimpián is megszüntették. Úgyhogy Gyula bácsival nagyon jó viszonyban volt, nagyon sokat köszönhetek neki. Még két olyan edző volt a MTK-ban, akit nagyon kötöttem. Egyik volt a Hajdú Imre, az jelenleg itt lakik most Dömösön, úgyhogy akivel nagyon jó baráti viszonyban is voltam, mert Imre csak 6 évvel idősebb, de nagyon sokat köszönhetek neki, hogy mondjam, a nemzetközi eredményeimnek egy elég nagy részét ő neki köszönhetem, mert ő a válogatott keretben minden egyes ellenfelemet szinte letérképezte, hogy ki mit tud csinálni, mi, hogy lehet ellene védekezni. A másik nagyon nagy edző volt Rizmaier György, aki Leányfalunak megadta a második szódását, a második szódását, mert a Évának az öcsét ő tanította ki, mint szódás érdekességképpen, mert ő is egy szódás vállalkozása volt, és még mai napig is csinálja, úgyhogy azt hiszem, hogy most már a puciék előtt már a jövésének sokkal nagyobbat csinálják, mint ő. Jó, most már ő 74 éves most már, úgyhogy csinálhatja jobban a pucun. Úgyhogy ennyi. Hát érdekességek még a
eredményeim, hogy elég hamar megjöttek nekem az eredményeim. Az első versenyen már második helyen voltam, úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt. Akkor az első egy úgynevezett kiskupa volt, ahol 480-an birkóztunk, és a szombat vasárnap. Úgyhogy iszonyatos mennyiség, 30-40 ember volt egy-egy súlycsoportban. Úgyhogy az sajnos most már nincsenek ilyen nagy ifjúsági versenyek. Maximum vannak 200-an, de már az is nagyon jó, hogyha 200-an vannak. Úgyhogy aztán elsőnek elég hamar bekerültem a ifjúsági válogatottba. 67-ben meg akartak Szentendrén az ipari iskolába buktatni tornáról. Na jó, a kötélmászás nem biztos, hogy olyan jól ment. Nem, pontosan. Pontosan a kötélmászás és a sas, és hívják a saslengés nem ment. És elsőnek, hogy mondjam, érdekesség az, hogy Bella Gyuri volt az egyik tornatanárunk, a másik tanárunk pedig lent Pestről járt ki, annak nem jegyeztem meg a nevét. És a lényeg az, hogy ő minden áron nagyon meg akar buktatni, és a Gyuri mondja, hogy de ne hülyéskedjél már. Zsar, valamilyen Zolinak hívták, ne hülyéskedj, Zoli, és írják, nehogy már őt akart megbuktatni. Szóval miért? Azt mondja, hát vedd elő a népsportot. Hát azt mondja, hát már elkiolvastam. Akkor vedd elő, még egyszer azt olvasd el. Előveszi, átnézi mindent, semmi. Szóval nem tűnik föl semmi? Nem. Hát azt mondja, próbáld meg. Arra szóra is belenéznek, szóval nem, de mondd meg akkor, hogy miért. Szóval ezt az embert akarod megmutatni, de figyelj, aki a isények, hogy mondjam, magyar bajnok, és hogy készülünk ki az első válogatottságunkra Jugoszláviába. Hát igen. Azt mondja, hát miért a isek, miért sportol valamit? Azt mondja, hát jó, figyelj, hát két éve vagy már tóra, talán ezt nem, hát ezt nem tudod. Hát azt mondja, nem. Hát azt mondja, hát nem dicsekedett vele. Azt mondja, nem is fog vele dicsekedni. De hogy elsőek, hogy mit tud a sportban, azt mondja, hogy majd elsőek, most a tóra órát most én fogom tartani, és majd meglátod. De elsőek, azt mondja, Gyuri, hogy na akkor Jancsikán benegítsél be, és ahogy szoktál birkózásra, bemelegítek minden. Azt mondja Gyuri, hogy akkor csináljunk hídbeesést. Megcsinálom 10 darab hídbeesést, nagyon hídban forgás, mondja Gyuri. Megcsinálom a hídban forgás. Elsőek, azt mondja, hogy imitáld azt, mint hogyha elsőek lenne. Hancurkát csinálom. Pörgetést odaadott egy srácot, nagy darab gyereket, próbáld meg megpörgetni. Azt mondja, ez a másik tornatanár, hát én ezt nem tudtam, ha onnan tudtam volna, hát miért nem dicsekszik? Azt mondja, miért dicsekedjen bele? Nem olyan családból szemben, Gloria. Úgyhogy érdekesség. Hát, akarom kérdezni, hogy amikor ilyen fiatalon kezdtem, akkor emlékszem, hogy a Kozma Istvánnal kezdtem volna birkózni, az volt a társad, ugye? Igen. És utána valami baleset érte, és meghalt. Igen. Ugye? Ez első fel, az később volt. Ja. 68-ba bekerültem a felnőtt válogatottba, és ott a Gurus Gyuri bácsi volt az edzőnk, és lehívott, hogy Tatára, és a Pistával összerakott első edzésen. Hát én neki ugye nem mondtam semmit a Kozmának, és tényleg, hogy igen, és hogy mondjam, a lényeg az, hogy elsőnek, hogy mondjam, hogy összeraktak edzésen, mit tudom én mi. És az első, ahogy is hívják, első három percben eldobtam őt, tehát háromszor váldobással. Az volt az egyik kenyérkereső fokásom, és ahogy is hívják, Isten megőzölt, mint ahogy is hívják, hogy mi az, hogy őt eldobálja valaki, valami fiatal suhanc kezdő, még mit tudom, hogy mit.
És elkezdte ütni verni a fejemet. De birkózósan, úgyhogy kaptam rendesen, és azt mondta, hogy kérdezik az öreg guri, és azt mondja, Pista, mit csinálsz? Azt mondja, mi az, hogy én mit csinálok? Hát azt mondja, össze-vissza ver engem, hát most visszaadok. Azt mondja, te azon a menjél föl a szobába. Aztán elősínek főbent, és kiderült, hogy a főbent utána a guri is, és beszélgettek, és mondta neki, hogy mi az, hogy is össze-vissza vered a fiatal gyereknek a fejét, amikor olyan sírják, hogy mondjam, nem, hogy örülnél az, hogy valaki odáll, mert őnek is az volt a nagy baja, hogy nem volt partner, aki odállt volna hozzá, hogy gyúrni, birkózni, és hogy nem félt attól, hogy eldobják, vagy valami, és hogy őt is munkára kényszerítettem. És ügyek, Krista, és ügyek, akkor érdekességeként, hogy és ügyek, vége volt az edzésnek, ugye Tatán voltunk edzőtáborban, és utána sorba kellett állni, ilyen önkiszolgáló étterem volt, és ügyek, mindig a fiatalok mindig a sor végén álltak. És akkor befogott a Pista, és előre, hogy mit, szóval gyere ide, és előre, itt a helyet gyerek most már. És tényleg, és amíg ott volt, mindig és ő mellette voltam, ő már ott pátyolgatott. És ívek a levél után, azt mondja, gyere, kimegyünk a kis tóra, sétálunk egyet. Na jó, menjünk ki. Aztán oda jött el, és mondta, hogy hát ne haragudjak ez, hogy meggyőzött. Azt mondja, hogy tehát már 10 éve így nem dobálják el itt Magyarországon, meg a világban se. Azt mondja, hogy ő is hívják, teljesen berágtam. Azt mondja, hogy megkérlek, hogy ő is hívják 72-ig segítsél, és 72 után viszont én fogok neked segíteni a Müncheni olimpia után. Csak az volt a baj, hogy április 4-én, volt egy olyan felszabadulási, úgynevezett felszabadulási emlékverseny, és akkor úgy volt, hogy a Pista jön ki hozzánk Lányfalura, és a Czolleréktől vesz a hegyen területet, a Czollerház mögötti területet, hogy akart belőle venni, építkezni akart itt Lányfalun, ugye ez se, és hogy mondjam, a Rostin az orosz válogatottnak a nagy riválisa volt a Pistának, és összefutottak, és megbeszélték, hogy estére elmennek bulizni. És a partnereket, akiket a Pista összehozott neki, és el kellett menni, és versenyeztek a kocsival, és sajnos a Pistának a utasága volt az, hogy az egyirányú utcába szembe menve, és a őrségek a 15-ös buszt teljesen összetörte. És így kell, hogy mondjam, és letört az összes bordája, eltört a gerincoszlop mellett, a őrségekhez egyik oldalról, és hogy mondjam, a bekerült a baleseti kórházba. De az, hogy is a baleseti kórházba bekerült, az érdekességként, hogy akkor én is ott dolgoztam, mint Négykeleti Építőipari Kft-től, ott voltunk, hogy mondjam, ilyen a építőipari munkások, akik a műtőt csinálták. Javítottuk föl, felújítás volt, és hogy mondjam, ott láttam utoljára a Pistát. Úgyhogy nekem meghalt, nem is ilyen orvosi műhiba is volt, meg is ilyen, hogy a Pista meghalt, mert az egyik vesélye zsugor volt. Az egyik vesélye és a jó vesélye összetört neki, és nem akarták, hogy az orvosok, hogy kínlódjanak vele, azt hitték, hogy jó, kivették neki az idézőjelbe összetört jó vesélyét, és mire a Gurics Gyuri bácsi bejött a kórházba, addigra
megműtötték, és akkor már tudni lehetett az, hogy bőven már vége. Még 8 napig élt, addigra volt a esélyek, a mérgezés akkor érte el a szervezetet. Mint tudjuk, mi a vese választ, aki az emberi szervezetből a mérget, nagy részét, és akkor a mérgeződött meg a pista teljesen. És akkor a mérgezés? És így? Általános nem mérgezésnek mondják ezt. Nem méretlenített a vese. Úgyhogy ez történt, akkor hát ez volt az idézőjelben a fiatal kor. Nem van, lehet, és hol vannak még a... Tessék? Hát nem várják. Ez az ifjúság a juniortól így volt. És a lényeg az, hogy jelenségek ez, hogy mondjam, ez az áprilisi versenyen, április 4-i versenyen a döntőben birkoztam a Pistának a nagy barátjával, a Roscsinnal, és anyám egyetlen egy versenyen volt kint, hogy mondjam, birkozó versenyen volt kint, és 15 vagy 20 másodperc volt hátra, és bekiabálta, már csak 15 másodpercet van föl, én meg automatikusan fölkaptam a fejemet, és akkor a rossz csin összekapott és eldobott szaltóval, megvert ússal. Odáig döntetlen volt, és a döntetlennel én nyertem volna, mert nekem több tűzsérelmem volt, mint a rossz csinnek. Úgyhogy erről ennyi. Mert akkor még volt elsőnek döntetlen. Csak hogy milyen jó barátok voltak a rossz csinnal, még a mai napig is bíráskodik rossz csin, és ha Magyarországra vagy Budapestre jön, az első útja nem a szállodába vezet, hanem a Pistának a sírjához, az új köztemetőbe, és addig még egy virágot vagy koszorút nem visz ki a temetőjébe, addig jelenségek, addig nem foglalkozik senki. Gyere, gyere, kisgyerek mutattam. Én kisgyereknek akarom. Olyan csak állam. De mindegyet megnézheti. Úgyhogy elsőnek, hogy mondjam, erről ennyit a Kozmáról. Nagyon sajnálom, egy nagyon rendes, tisztességes úriember volt, aki egyszer kimondta, hogy így, akkor az biztos, hogy így volt. Úgyhogy én és a magyar birkozásnak nagyon jó lett volna, hogyha a Pista életben marad, mert valószínű, hogy ő lett volna a 72 után a főnök a birkózásban a Guricsékkal együtt, úgyhogy én nagyon szerettem, nagyon rendes volt, attól független, hogy összeverte a fejemet, de ez benne van a papírban, úgyhogy elsőnek ilyen, hogy elszáll az ember feje, ez automatikusan benne van. Úgyhogy aztán elsőnek kezdődik a én időzőjelme vett korszakom a birkózásban, az 71-ben eltört a kezem, ezért nem tudtam kimenni a hősüvekre, a Müncheni olimpiára. 72-ben nem Helsinki-ben volt? Nem, az 52-ben volt. Nincs esély. Hogy tört el a kezed? Birkózás közben. Hogy mondjam, régen a régi birkózó szőnyegek egy ilyen oszlopban voltak körbe, 10-10-es oszlopok volt körbe a szőnyeg körül, és ez le volt gyurkolva ilyen lószőrmatraccal. És erről a, hogy mondjam, az oszlopról lecsúszott ez a matrac, a borítás, és szaltót dobtam volna a gyerekkel, és ő is, hogy megálljak, hogy nehogy eltörjön a gerince, megpróbáltam megállni, de már nem bírtam megállni, ezért ráesett a könyököm, és 13 felé eltört a könyököm.
mai napig sem tudok kinyújtani a kezemet, úgyhogy ez volt, és ugye akkor kimaradt nekem a 72-es olimpia, de utána és ugye egy évet ki kellett hagynom, és újból kezdtem birkózni. 73-ban volt az első világbajnokságom Lengyelországba, Katowicébe, amit már említettem, és ott harmadik lettem, mint az első világversenyemen, és onnantól kezdve idézőjelben folyamatosan jöttek az eredmények. 12 évig folyamatosan voltam válogatott, hogy mondjam, és a 12 év alatt minden világversenyen az első hatban voltam. Voltam második, harmadik, nyertem, elbét is nyertem. Volt olyan Európa-bajnokság, ahol egymagam több pontot hoztam, mint az egész magyar őségek kötött fogású válogatott, mert azon az Európa-bajnokságon Bátmába, 82-ben indultam a kötött fogású Európa-bajnokságon, ott negyedik lettem. A szabadfogásba is indultam, mert ott a ballának eltört a bordája, és elvállaltam azt, hogy én elindulok, és közben a két verseny között, a kötött és a szabad között volt egy szabó Európa-bajnokság, ahol elindultam, és ott is, hogy mondjam, harmadik lettem, és azért lett a idézőjelben a Presson kocsmán, ki hogy hívja, a szambó, mert Magyarországon még a mai napig is nekem van egyedül felnőtt korosztályban a szambóba érmem. És emiatt lett a szambónak a neve, egy szambó. Úgyhogy, hogy mondjam, szabadfogású Európa-bajnokságon, hogy mondjam, ott második lettem. A orosz háromszoros olimpiai bajnoktól kaptam ki, úgyhogy a Kolcsinszkitől, úgyhogy és ugye még azt sem mondhatom, hogy nagyon szégyelni kellett volna magamat. Úgyhogy akkor utána sorozatra és minden évben indultam EB-n, úgyhogy vagy legalább is az egyiken, úgyhogy nagyjából ennyi. A többi is így aztán 85-ben, illetve 80-ban ugye volt a moszkvai olimpia, ahol drága Buda elvtársunk megjátszó magát, hogy elsőre készültünk az olimpiára, és bejött nagy nyúló orral, mit tudom én mi, és mondja a helyesebb Buda, hogy gyerekek, baj van, úgy határozott a kormány, meg a kommunista párt, hogy elsődják, hogy nem megyünk ki az olimpiára. És nem. Ja, nem, most megyek 80-i, Los Angeles olimpián, nem megyünk ki, és én automatikusan főhorkantam. De fogadjunk Pista bácsék, hogy maguk ott lesznek. Hát igen, nekünk muszáj munkával ott lenni. Csak akár, akik dolgoztak, egy csomó sportoló, az nem ért oda, úgyhogy... Egy csapás az ellenség, nem? Igen. Igen, nagyon is hívják. És akkor, hogy mondjam, úgy volt, hogy abban is hagyom a sportot, és ugye 80-ban még elsőbb. Én megpróbáltam, 80-ban Los Angeles-ig megpróbáltam, és nem, és aztán a jött a
akkor felépítettem a családi házamnak a tetejét, a felső részét méregből. Valami kellett csináljak, úgyhogy ennyi volt. Aztán na és ide jött a moszkvai, az ott a magyar politikának, miatt nem mentem ki. Akkor jó, tehát a fizikai munka, mert elkeseredés van akkor az. És 80-ban Drága Buda Öltársnak a helyiségyákja, unokaöccse volt a válogatott, és az egyik válogatott 100 kilóba szabadfogásba, és érdekes módon mindenki belefért az utazó csapatba, csak én nem. Volt abban az évben a helyiségyák, aki kötött be szabadfogásba indult, mindenki a Erdén VB-n, azokat mindent megvertem. De én itt van maradtam. Tehát akkor ő is egy Polcsickit is megvertem. Úgyhogy ez nem volt ő gond. Úgyhogy és ugye nem lehetett az, hogy akkor is az előző olimpián 80-as asos volt itt, birkózó, és hogy mondjam, és hogy egy se lett volna akkor vasasos birkózó kint, de ezt nem lehetett a Kádár rendszer megcsinálni, de a Kádár elvtárs a vasasnak volt a nagy szponzora, úgyhogy ennyi volt. A 85-ig szinte minden világversenyen helyen volt a első adban, 85-ben abba hagytam, és akkor kezdődött el Lágyfalun a vendéglátós munkám. Érdekes módon egy volt, közben elvégeztem a vendéglátóipari szakközépiskolát, és egy osztálytársam került ide Lágyfalunra, a kempingbe, növelésének a vendéglátónak a vezetésére. És lényeg az, hogy kitakarították az üzletet nagyjából minden, és a szakácsa megszökött. Elősének könyvet előleget, aztán viszont látásra. De ez nem adott ég volt. Nem, ez 85-ben volt. Akkor csináltam a kempingnek a konyháját. Ugye nagy pénzzel abba hagytam a sportot, volt 500 forintunk a családra, úgyhogy... Még ezt akartam mondani, hogy nem is tudtad egy kér. És akkor lejárt nekem a nemzetközi minősítésem, megsült mindenféle fizetésem a sportból, és hogy mondjam, hát valamit kellett magamnak kezdeni, és akkor a Éteri Bandia és írják, hogy mondjam, ide került vezetőnek, és jött, hogy Jani, gyere, segíts ki, megszökött a szakácsom, mit tudom én mi. Hát és írják, adok egy kis pénzt, mit tudom én. És akkor egy évet lehúztam a kempingbe, és onnantól kezdve mondhatom magamat, mint vendéglátós. Ezt egy évet lehúztam, és ahogy utána meg engem nem akarták kifizetni, érdekes módon, csak nekem a Pest megyei vendéglátóipari, nem a Pest megyei idegenforgalmi hivatal vezetője, az idézőjelben barátom volt. És előbb tudtam azt, hogy mikor kapja meg a fizetését, mint a végelszámolást. És én reggel 8 órakor oda mentem az OTP elé, és ott vártam, amikor 15-15 megjelent. Andi, hogy jött a fizetés, jött a pénzért. Mert ugye a helyiség utazási csekkeket az később kaptam vissza mindig. És akkor bejön és ülek, jó, te mit kínes, hogy mondom, jöttem a pénzemért. Azt mondja, hogy jöttél a pénzemért? Hát mondom, tartozom, nem? Azt mondja, igen. Na mondom, tegnap előtt feladták. Mára kapod meg, úgyhogy most akkor adok egy 10-est, mondom, nem, nekem a 120 000 forint kell, amivel tartozom.
És így kaptam meg a hősüreg az utolsó. A halvállalkozók is a szükségek. És a hősüreg, hogy mondjam, akkor kifizettek, és utána kifizetett, és akkor a Tahiba. János félt tőle? Hát lehet, hogy félt is. Pedig ő is egy nagy darab gyerek volt, csak hát nem egy sportba utazni. Mert ő futball, nagyon a futball és ilyen körül legyeskedett, és azért bársabb volt. És amikor Rönsek hazajöttem, a pénzt megkaptam, hazahoztam a pénzt, és jött a Pánvai Laci, a Vöröskőnek a akkori vezetője, hogy Jani bajban, azt mondja, nekem is megszökött, mert hogy a ő szakácsa is megszökött, Rönsének. Úgyhogy kellene egy szakács, próbáljuk meg. Másfél évig a Vöröskőnek dolgoztam a Vöröskőbe, közben edzősködtem, itt lányfalon, és igen, itt 7 évig edzősködtem, lányfalon, hogy mondjam, és úgy dolgoztam a Lacinál, hogy mentem reggel 9 órára, akkor és ügyek, este fél 9-ig a konyhán voltam, utána kuvereztem, az ilyen beengedős voltam, meg a diszkóba jegyszedő, és amikor is írják, ez hogy mondjam, péntek, szombat, vasárnap, és a más napokon, hogy mondjam, reggel 4-ig, 9-kor leléptem a konyhából, és akkor 9-kor beálltam kuverezni, és az reggel 4 óráig. És akkor nem is aludtál hetekig? Nem. De aludtam 2-3 órákat. Leült és aludt. Így van. De így volt. De. Hogy mondjam, és reggel fél, és 4 órakor elindultam Tahiból gyalog haza lányfalura. Mert akkor még nem volt, busz. Mert hogy volt akkor? Akkor fél négykor hagytuk abba, akkor Rönsének 5 óra, nem, Rönsének 4 óra 50-kor jött az első busz, és akkor már én le tudtam feküdni, mire ide ért a busz, mert 20 perc alatt haza lehetett érni Tahiból a Vöröskőtől. Úgyhogy Rönsének így alakult a dolgok, itt edzősködtem, és nekem ez egy iszonyatos nagy szerencsém volt, hogy hát soha nem lett volna vendéglátóm, hogyha nincsenek itt a Péter Márké, Péter Pistály. És itt edzősködtem, és edzősködben elaludtam. Leültem is, edzősködben elaludtam, és ugyanúgy vezényeltem közben az edzést. És szerencsétlen, de el is ilyen botondott, még automatikusan le is beszorítottam, amikor el is hívják, hogy amikor tudtam azt, hogy nagyjából, hogy botod ilyenkor szokott az agya elszállni, akkor behűl, csinálta a hülyeségeket, és automatikusan ez. És a Pista nézte végig az edzésemet, és hogy mondjam, a lényeg az, hogy a hülyeségek vége volt az edzésnek, minden, és mondja, hogy te gyere föl most hozzám, nem tudok venni. Azt mondja, hogy jó, akkor holnap. Mondom, jó, fölmegyek, mert épp akkor véletlenül és volt egy szabad délutánom. Fölmentem hozzá, és azt mondja, hogy Jani, mit kellene ahhoz, hogy te önállóan tudjál valami vállalkozást tenni? Mennyi pénz kellene meg? Mi lenne az, ami ő is ügyek? Hát, és elkezdtem gondolkodni, hát vendéglátó a helyiség. Mondom, hogy presszót akkor csinálnák, akkor... Ez neked a Máriát volt? Fiatal. Igen. És el is írják, hogy mondjam, végül adott a Pisti 1 millió forintot, hogy el is írják, hogy kezdjem el és csináljam. Mert el is írják, ja, hogy el is írják, hogy azonnal hagyjam ott, el is írják, a Vöröskőt, mondom, gyerekek, ez nem így megy, nekem 2-3 hét kell ahhoz, hogy el is írják valaki,
tudjon a Laci szerepel is hívják volni, szerezni, helyettesíteni, mert az én nem tartottam azt normális dolognak, hogy esetleg föláll az ember, aztán viszontlátásra, ott adni egy vállalkozást, úgyhogy nem így megy, legalábbis számomra még a mai napig se. És lényeg az, hogy Ösi megkaptam a pénzt, és akkor azt mondták, nem is tudom, ki volt a tanácselnök, 87-ben. Vagy a Mártori Bácsi, vagy a Fletner. Mindegy, és nem tudom. Van még a Józsi Bácsi. 87-ben. Józsi Bácsi, azt is megmondom, hogy miért tudom. Mert mindegy, lényeg az, hogy is hívják. Józsi bácsi azt mondta, hogy jó, rendben van, utolsó kocsmát megkapod, és vágytam. Nem lesz több kocsma. Ezt kivételesen megkapod. Megkaptam a kocsmát, megépítettem, kinyitottam. Hála Istennek, ahogy elindult, nagyon jól ment. Egy év alatt vissza tudtam fizetni a tartozásomat. Úgyhogy ez a helyiségek. És megmondom, hogy miért tudom, hogy a Józsi bácsi volt. Emlékszem, a földvitára, hogy vitatkoztunk az a 4 méteres csíkot, hogy ki fizettem, nem fizettem ki? Jaj, ott a bűnhelyzetet. Igen. Onnan tudom, hogy ő volt ott, és ahogy is ügyek, a Fica, Simi, ahogy mondjam, akik emlékeztek rá. De az még régen. Nem. Ja, ott már én nem emlékszem. Ja, az lehet. De akkor még nem volt. Képet emegyeren dolgoztál akkor. Hogy mondjam, a lényeg az, hogy mondjam, megkaptam a hősügyákat, a pénzt kifizettem, mindent a hősügyákat, a Péter Pistát is rá 3 hétre rá, ahogy kifizettem a Pistát, mondta, hogy Jani, baj van, kellene egy kis pénz. Mondom, jó, mondom, és mennyi kellene a kis pénz? Azt mondom, kéne 1 millió forint, mondom, annyi nincsen, de várjál meg, mert az Éva is bent dolgozik a Domusban, mondom, jön haza este, és akkor meg tudom mondani, hogy mennyi pénz van. Mert én mindig leadtam a pénzt, ahol is hívják, ő volt a pénzügyminiszter, én hamarabb elverem a pénzt, mint ő. Ez az igazság. És elsőnek, hogy mondjam, hazajött, és volt 400 ezer forint, és este fölvittem a Pistának, hogy el is hívják, hogy Pistán mennyink van. Azt mondja, jó, és bizony el is hívják, nem kell, és nem annyi van, hogy el is hívják, tudjak egyről, kettőről lépni. Megtörtént el is hívják odatnak, és egy héten belül, hogy mondjam, nem. A mai napig is itt lakik. Nem mondod én. Igen. Hát akkor a felesége az Éva. A helyiségek, és hogy mondjam... Ezek a jelzmények? Nem. De. És a helyiség lényeg az, hogy helyiségek egy hét múlva visszahúzta, és mondta, hogy köszönöm szépen. Ja, és mondta, hogy helyiségek, írjuk róla a papírt, mondom, de. Most én 400 ezerről írjak papírt, amikor te az 1 millióról nem írtál papírt, csak úgy odaadtad. Most szó nincsen. De meghalhatok, mondom, nem fogsz meghalni. Nem, Éva halt meg, és hívják a Akácos útnál építkeztél. Azt hittem, hogy a Pista visszajött, de hogy az a... A Pista is, és hívják, legalábbis én már láttam többször ott, amit beszélgettem. Hogy mondjam, Magyarország első máltai lomagja. Arra is Isten megye. Azt a kutya. És még a szomorra, hogy kerültél. Hát az még ahogy se, ez még csak 87. Egy kicsit idéző lenne. És akkor, hogy mondjam, lényeg az, hogy elsőnek meg egy hét múlva visszahozta, mert megkapta a pénzt, akkor építették át a felé egy iránteret. És a kokomlistás dolgokat, amit is nyugat nem engedett Kelet-Európa felé hozni, azt mindez István hozta be Magyarországra. Na, miért nem mondtál? Mi? Mi ez a kokomlista? A kokomlista az olyan, hogy amit tiltott
ipari termék, jutott termék volt, hogy mondjam, radarokat, meg ilyen hasonló dolgokat, az mind az Istvánon keresztül jött be Magyarországra, mert a Pistvánnak nem Magyarországon volt a nagy cége, hanem Svájcban, meg Ausztráliában. És de ez akkor nem hivatalosan. Hivatalosan hozta. Csak úgy hozta, hogy először elvitte, Amerikából elvitte Tájföldre, és Tájföldön keresztül hozta Magyarországra. Tessék? Akkor is voltál Tájföldön. És, hogy mondjam, kifizett mindent, és odaadta, és azt mondta, hogy bármikor az életben pénz problémám van, akkor mehetek hozzá. De hála Istennek úgy nem került rá sor, hogy annyira kellett volna, hogy őt megkeressen valahol is. Úgyhogy. És akkor, és én főleg azért akartam mindenáron, hogy mondjam, itt presszót csinálni, mert soha nem volt a lányfrusi fiatalnak hova menjenek el olyan helyre, ahol szórakozni tudtak, és hogy mondjam, azért csináltam mint presszót, és aztán abból kezdve lett a hétvégi élőzene, és hívják, aztán volt egy időszak, amikor egyik héten élőzene, a másik héten, hogy mondjam, a páncélzenét csinálta a dolgokat. Meg a az jó volt. És volt egy olyan, hogy följelentettek, hogy hangos a zene, és olyan ember jelentett föl, akinek két halló készüléke van. És mondják, a szerencsétlen Tibi volt a jegyző. És mondják, bemegyek hozzá, behívott, és mondják, szerintem, hogy Jani, baj van. Mondom, mi baj van? Följelentettek. Mondom, ki? Hát a morzsa, meg a hős a süket. Mondom, jó van. Bárdus Béla. Ő nem ismerte. Azt mondja, és mondják, mondom, és elkezdte hangosan röhögni benne az irodába, de mit nevet? Hát mondom, Bárdus Béla, igen. Hát mondom, ne, hogy akkora való készüléke van neki, de például iszonyat. Ki kell lenni, és akkor már nem is van. Nem is igazán használta. Tessék? Nem is igazán használta. Mert hogy jöjjön be a hivatalban, akkor sem volt. Akkor csak négy. Az egy évet. És hivatalban beszéljenek mellette, csak azért. És nem az. Hát ahogy is hívják, akkor is hívják, a siketek a lányai oda jártak hozzá. Mind a kettő. A morzsának a lánya oda járt, meg az unokája is oda járt hozzá. És az zavarta a hősinek morzsát, nem a hangos zene. Csak inni jártak. Tessék? Csak így? Táncolni. Táncolni. A gyerekek, a lányok, azok nem. Táncolni. Jó. Szórakozni. Oda jártak hozzám, a hősívják, hogy a hétvégi volt. Igen. Hát a hősívják, a... Jaj, Pista meg van. Most is jól lenne táncolni. Most is csak hiataloknak. Hogy mondjam, volt először a hősívják, a rendőrparancsnokkal együtt játszott a másik hősének. Svác, aki hősének járt, egyedül is játszott. Nem tudom, hogy nem jutott hirtelen eszembe, milyen Istvánnak hívták. És... A rendőr nagy is? Igen, annak a társa volt a hős, egy másik ugyanúgy orgonista. És ketten jártak zenélni hozzám is. Az, őt csak havonta egyszer. Itt is játszottak a hajósének, a műfárba is. Nekem válogattak, mint tudom én mi. A nagy Pista is, meg a másik Pista is. Csak a másik, aki a hajósének, Pilis Maróton lakott, az volt a... mindjárt mondom. Kőbányai Sördának volt a kereskedelmi igazgatója. És ugye az meghalt a sajnos rákba, és
És a lényeg az, hogy én azért szerettem ezt csinálni, mert lányfalusiak, meg valahova tudtak menni úgy, meg le tudtak jönni a hegyről a vikendesek is, hogy és a lányfalusiak közé, hogy valahol el tudtak vegyülni. Hát például a Doty, aki ott lakott mellettetek, a tévében volt állandóan. Igen. Na, mind a két lányom az én kocsmámban sülyek ismerkedett meg, és a férjeinkkel. Úgyhogy ilyenek voltak akkor, és ilyen volt olyan, hogy jövök fel a Dunapartról, sülyek úszni voltam, jósáros lábbal, iszapos lábbal, és állott gatyába minden, és erre beállít a Nagy Lacinak a lánya. Ez akkor volt a Dél-Dunántúli kormánybizottságának az elnöke, és annak a lánya is itt nálam ismerkedett meg a férjében, és Szentendrén, illetve Monostoron volt odát a szállodába az esküvőre, szóval addig nem megyünk el, amíg még egy legalább egy rajsének egy pohár perskőt meg nem iszünk vele. Ilyenek a mai napig is, hát a hajsírek ilyen, hogy másfél órát csináltak a hajsírjákok, a hollandok, a lányfalusi, hogy mondjam, bálokról, meg a kinti bálokról, és amit levetítettek a hajsírjákok, hogy mondjam, másfél órát a holland tévébe, úgyhogy ez mind olyan dolog volt. Ami nekem jól esett, a falunak is jó volt valamennyire. Úgyhogy például és a másik dolog, hogy itt lányfalun a szumóhoz kapcsolódik, hogy a legeredményesebb holland szumózó lány, az itt lányfalun bevésének ismerkedett meg a szumóval, meg a holland csapattal. Úgyhogy, Gyöngyösi? Igen. Nem, az magyar. Egy holland lány, itt lányfalon látta meg először a hajsúlyt. És ott kereste meg. És olyan kint Hollandiában, és ugye holland válogatott lett, akinek 8 érme lett a hajsúlyákon. És amikor a hajsúlyák évekig jártak ide nyaralni, vagy 10 évig, és akkor mindig a hajsúlyák, amikor nyáron itt kint tartottam az edzéseket, akkor a hajsúlyák mindig jött, és beállt a lánya a hajsúlyák dolgozni és edzeni hozzám. Úgyhogy, most akkor kezdjük a szumóval. Az 95-ben, igen, 95-ben lett, és így, hogy mondjam, keresett meg az Elekszonyi engem, hogy a Hegedűs Csabát megkeresték a japánok, Japán Birkozó Szövetség, hogy beszéljék rá a magyarokat, hogy induljanak el a 95. december 14-én lévő világbajnokságon, hogy mivel olimpiai sportággá akarják tenni, és hogy minél több ország induljon el, és akkor a Csaba a Birkozó Szövetség nevében elindító, megbízta a Sanyit, hogy keressen meg engem, és akkor úgy kezdődött a szumó. És előtte volt egy hírójátom, egy svác, aki kint egy magyar-japán koprodukciós gyerek. Az édesapja az japán, az édesanyja az magyar. És láttam a Vitrainak a műsorában, hogy ő kint volt. Ami ővet nem tudtunk kötni, semmi ilyesmit. És akkor megkerestük a Tomit, és ő tanított meg őbe az indulásokat, a tisztalatot. Persze, és ő is írják, hogy mondjam, ő tanított minket a Sanyival, és mert kellett partner is minden, a Sanyi az ott volt 115 kiló, és akkor ő is írják, ő is valamikor birkózott. És akkor rá is ilyen megfütöttem a Sanyit, hogy legyen partner hozzá. És másik dolog meg még lenne az, hogy
A Tomit is megfűzöttem, hogy jöjjön le, és üljek, magyarázzal a szabályokat, mit tudom én, őrkötés, meg őnek is állt egy kis mozgás, mit tudom én mi. És akkor így három nekiálltuk, és akkor és üljek, elkezdtük, hogy mondjam, ezt a dolgot csinálni. És mondtam a Csabának, egy feltétellel vállalom el, hogyha én saját magam készítettem föl saját magamat, mert én azt hiszem, hogy minden embernek a saját maga a testéről ő a legtöbbet tudó. És akkor el is írják, volt rá három hónapunk, és három hónap múlva csináltak egy orvosi vizsgálatot, hogy milyen a teljesítő képesség, és meg volt egy összehasonlító, hogy mondjam, lelet, a 82-es és összehasonlítási lelet meg volt a sportkórházban. És ahhoz képest, amikor elkezdtem, akkor egy ilyen 35%-on volt, és három hónap múlva meg ott voltunk a 90-95%-nál. Úgyhogy elég jól, jól sikerült a felkészülés, már fizikai felkészülés, kondíció, és akkor a helységek kiutaztunk Tokióba, és ott volt az első versenyünk, és ja, hogy a helységek először úgy volt, hogy csak én megyek ki, és akkor megfütöttük a helységek a Sanyit, mert ő mindenféleképpen jött volna ki, hogy mondjam, mint tévés, és mert ő a Magyar TV-nek volt akkor a sportosztályának az egyik műsorvezetője, és akkor hogy jött volna mindenféleképpen ki, és akkor megfütöttük a helyiségnek a Tomit is, hogy jöjjön ki velünk. Ezt mind a Magyar Birkozó Szövetség állta nekünk ezt a dolgot, és akkor a Som Lajos, akkor a Kincs Pista, a Som Lajos a zenész, a Kincs Pista az Őrbeste a Kft-nek volt akkor a főnöke, és a Szőke Miklós akkor a Fejlesztési Banknak volt az igazgatója, és ővel így mentünk ki. Érdekes módon, és kiérkeztünk, és mindenki jó, és dobált el a cuccot, szaladt be az ágyba, jó, minden, nagyon szép. Én leültem, és hát erre is egy megszólal a Kincs Pista, Janikám, hát miért nem? Őt fekszel le egy kicsit pihenni. Mondom, Pistám, azért, mert ti ezt nem fogjátok bírni 10 percig se, de mondom, ha ezt a napot végigbírjátok, én bírni fogom. Azt mondja, jó, rendben van. A vége az lett, hogy ő is ügyek félormózva mindegyik főket, főleg a Szőke Miklós, aki ugye bankár létére a jó módban, de ugye nem volt hátul, azt mondta, hogy gyerekek, innen azonnal menjünk, mindenki pakoljon össze. Én meg megfogtam a két bőrözet, mehetünk. Én ezért nem pakoltam ki. Nem tudom, tudtam azt mondani, hogy ti nem fogjátok kibírni. Szóval hogy tudtam, tudom. Ti ehhez nem vagytok hozzászokva, és én meg fölöslegesen nem akarok. Örülök, hogy egyszer írom be a pakolt, aztán majd bemegyünk a szállodába, aztán ott majd. És tényleg úgy is lett, és bementünk a szállodába, ott már nagyon helyiségek. Hát 30 négyzetméteren volt egy szoba, konyha, fürdőszoba, folyosó, külön WC-vel. Jó, hogy nem ilyen sufi, vagy ilyen kiobbat. A szobában egy szekrény volt, és semmi más, két helyiségek. És hány? Egy se. Az volt egy helyiségek, ez a, hogy mondjam, amit a csergácsosok használnak, és kézben volt fejezve. Ebben a szekrényben, benne volt a helyiségek. Az ágy? Nem, az ágy. Csak a helyiségek, a takaró, a lepedő, meg minden. És a helyiségek, hogy mondjam, azért mondtam, hogy én ezt tudtam, hogy milyenek. Itt fő van fújva, hogy a japán ilyen takarékos, olyan takarékos.
takarékosnak, tényleg takarékos, mert egy 40 négyzetméteres lakáson van egy lakáson számít. Kicsi ember, tudod, elfélek. Hát elvisélek. Hogyne? Hogyne? Hát de képzeld el, de figyelj, hogy ott egy négyzetméter terület például Tokióban, de 3 millió forintban van. Oda jó. Úgyhogy ez is ez csak a föld. Nem a lakás. Ja, nem a lakás. Nem, csak a föld. És a Ványi falusi mérkőzések föl van. És a lényeg az, hogy ősügyek hazajöttünk, és akkor mindenféleképpen én ősügyek meg szerettem volna csinálni, ezt folytatni. És addig-addig mentünk, amíg ősügyek 96-ban csináltunk egy bemutatót itt Ványi falun, ott a Presszónál. Az és beranyította meg azt a... Igen, igen. És a ősidek... Nem isztok bort, a dugó, nincs meg a dugó. Lényeg az, hogy a ősidek kellett, hogy mondjam, először egy ősideket csinálni. Egy ilyen tesztversenyt csináltam, hogy mennyien lesznek ott, mit tudom én mit. Egész ahősének először az első, az nagyon népszerűen itt, az csak itt a faluban lett meghirdetve, mit tudom én mi. És voltak egy olyan 100-150-en az első ilyen versenyen, hát bemutatom, nem verseny volt, csak bemutatom. És aztán utána ahősének 86-tól kezdődött el a nemzetközi verseny. 96, igen. 96-ban kezdődtek el a versenyek, és a lényege is, hogy mondjam, az nagyon szépen köszönöm mai napig is a falunak, hogy ahhoz hozzájárultak, mit tudom én, anyagilag is nagyon szép anyagi támogatásom volt arra, és ahogy is hívják, hogy mondjam, a erkölcsi támogatás. És a Lájfosértnak is a segítsége. Nagyon sokan voltak ott a nagyon sok. Volt. Nagyon és hogy mondjam, a lényeg az, hogy Jönsének 86-ban három ország volt, Németország volt itt. 96-ban Németország, Lengyelország. Az nem, mert akkor még nem voltak itt a bulgárok. Csehek voltak itt, ez a három országon kezdődött. És a vége felé már fönn voltunk 16 országnál. Az volt a leg 16 országból, és 210 versenyző volt itt a legtöbb, ami itt volt. Úgyhogy... Tessék? Igen, igen. És aztán a helységek, ebből is az lett a helységek, mint Magyarországon mindenben, az irigység országa lett, mert a helységek az EB után, EB és a VB után a helységek más, a harmadik legnagyobb verseny volt, ez a lányfalusi verseny a helységek a világszövetségnél. 2001-ben vagy 2002-ben volt az utolsó, nem tudod? 2005-ben volt, amikor összevesztünk a hajésívjákkal, a Misivel, mert akkor vitte el a hajésívjákba, Visegrádra a hajésívjákhoz, a szumót, és a hajésívják onnantól kezdve. Akkor is csőgartott, nem? Igen. És a hajésívják onnantól kezdve még egy versenyt csináltam, egy magyar bajnokságot, és aztán befejeztem, mert ősügyek, hogy én fizessek a Magyar Szumó Szövetségnek, hogy mondjam, a... Vancsokista volt a bíró, vagy micsoda, erre emlékszem? Igen, Vancsokista. Igen. Ő is a versenyeken. Igen, oldal bíró volt, igen. Igen. Azok szépek voltak, nagyon szép ruhák voltak. A helységek, úgyhogy a helységek
mindig búcsúkor volt, ugye? Igen, annanakkor. Mert az is ugye az... Az anyukája. Arra fővonalban volt, és is ugye a háború előtt is, meg is ugye a lányfősi búcsú volt lánytalanak legnagyobb ünnepe. És arra is ugye... Igen. És a másik dolog az, hogy mindig akkor volt, ebben a napkor van lánytalan a legjobb. Ez is ugye egyetlen egyszer volt, hogy is ugye esett a belső. Úgyhogy, mert is ugye az jelentően, hogy 2005 volt az utolsó, ami ilyen nagyon, mert akkor vesztünk össze, mert akkor akarta a is ugye a Kolarik pénzt kérni a is ugye a belépőt akar. Köszönöm, hogy csak elmények. Az utolsó, de én 2002-ben voltam. Ja, és ugye 2000. És akkor már jöttek. Ja, most, hogy Lacival hoztuk a cserbe. A nagy kupát, igen. Úgyhogy. És ugye... Aztán elkezdtem 2000-ben, és megnyertem egy érmet, harmadikünk lettünk a csapatban, Európa-bajnokságon, és akkor azt mondtam, hogy a négy birkózás a négy formájában és érmet tudtam venni. Ez a legtöbb akkor, és majd mai napig is, és a birkózásnak a formációjában, és akkor és 50 éves voltam, ugye, és akkor azt mondtam, hogy na most már innen elég, és akkor elkezdtem edzősködni, és úgy sikerült és ugye, csapatot összehozni. Volt csapatunk, de igazán nagy csapatot akkor sikerült összehozni. Dezső, Erika, hogy mondjam, Gyöngyi, úgyhogy akkor még lángfúró volt a Tóth Barna, aki érmes volt. Hát és az edzőségem ide alatt van. Két világbajnokom, két Európa bajnokom felnőttve, egy csomó harmadik helyezésem, és ifjúságiban pedig lenne 11 Európa bajnok, és csapatban van, ifjúsági csapatban van 3 aranyérmünk. Aztán ennyi lett, és ugye 2000 és még a mai napig én vagyok a női válogatottnak az edzője, úgyhogy... És egy mindig lesz még? Nem. És hogy érzed, sikeres életed úr? Hát ez az. Hát én azt... Elégedett vagyok a hősének sikereimmel, a családdal is, hála Istennek, azok is a sportban eredményesek lettek, hogy mondjam. Tessék? Lányom, fiam, az Erzsi fia, unokája. Az én unokám is így van, úgyhogy a családban hála Istennek elég jó a sport, de az egész Rovgyai Zsigmond családban is, ugye, mint tudjuk. A Dani, a és Orsi, és Egervár is az így. Úgyhogy... Téged is meg kell a Mariannék a helyiségek, a Marian az kétszeres Európa-bajnok és strandkézilabda. Hogy mondjam, mint edző, 2 Európa-bajnoksága van neki, mint edzőnek a férjében. Janóval. Akkor a helyiségek... Nem, mert teljesen külön, ez teljesen más. Én csak a helyiségek, én a helyiségek megmondtam nekik, engem nem érdekel, hogy mit, valamint sportoljam, 18 éves korokig. Ugye a Jancsi is volt kint velem, mint a helyiségek, ő szumozott a Jancsi, ugye, hogy mondjam, de már fiatal úr is. Hanyadik lettél szumó? Második. Ugye? Gratulálunk.
Úgyhogy 5 versenyen volt, hogy idáig még mindegyiken nagyon érdekes volt. Úgyhogy... Nem is ez a lényeg, hogy a gyerek meg tovább van, és volt is, hogy mégis ez a lényeg, hogy tovább van. Úgyhogy, és hála Istennek, a Jancsi a felsőek itt Szentendrén edzősködik a kosarasoknál, elég jó eredmény. Ja, igen. Igen. És ugye őnek van a Szentendrén, van egy játékosok klubja, ott is, ott mint vezető van, itt meg Szentendrén, meg edző, meg játszik is. Akinek van valami kérdése, valami, mondja. Gyere, bátya, magamat úgy is kivágom, mert ezt a hangot már nem bírja a mikrofonom. A szumónak a jövőjét hogyan képzelnéd el Magyarországon, meg hogy mikor a jelentőség úgy általában a küzdősportoknak ebben a furcsa, kicsit kényelmesedett mai fiatalságban? Mert azt hiszem ez a lényeg, amit eddig tettél, mindig volt utána. Hát ő is írják, a szumónak a jövőjét, az egyetlen egy dolog fogja meghatározni, illetve kettő. Egyik a sajtó, a másik pedig lenne a pénz. Ez a kettő határozza meg, mert hogyha tudom a fiatalokat a helyen biztosítani, a versenyekre való utazás, akkor van neki jövője, ha meg nem, akkor nem tudunk helyet biztosítani, pénzt biztosítani, akkor is ügyek, akkor nem. Nem kell nagy pénzekre gondolni, nem fotball, nem kézilabda, nem strand, nem vízilabda. Itt például Magyarországon egy közepes klubnak elég volna 1 millió forint éves szponzori anyagi támogatás. Ez ami már komoly lendületet lehetne vele venni. Úgyhogy amíg is ugyek, például most nem a vele, most egy kicsit vulgáris leszek, nem a veresekét akarom nyalni, bocsánat. Nem vágottam. Mi elég is eljön, vialos ideket is éltünk. És is ugyek, de ha annyit kapnák, hogy mondjam most, mint igen, annak idején, tapsikolva bármit lehet csinálnánk. Ezt komolyan mondom. És akkor sem volt jó. Akkor végül is kijelenthetjük, hogy viszonylag kis befektetéssel sokkal nagyobb népszerűséget hoz Magyarországnak a szumó sport, mint foci. Igen, mondhatjuk úgy is. Én ezt nem most nem tudom, hogy miért mentetek el innen. Látok valóban. Miért? Itt vagyunk. Tudom, de a szumó. Szumó mi? Hogy miért ment gyerekesek rá? Mert elsőnek, hogy mondjam, nem támogatták az EB-nek a rendezését. Gondolom a 6-10 legyen fejlődött. Nem, a Visegrádra vitték, azt mondtad. Nem, tessék. Azt mondtad, Visegrádra vitték. Igen. Hát az jó volt, nem? Igen, de nem azért vitték oda, hanem azért, mert Lányfalu nem támogatta. Az első körben nem támogatta, és már akkor... Nem, te voltál. Nem, te voltál. Kiváló úgyis. És ugye, hogy mondjam, és a hatházi azt mondta, hogy ő támogatja. Mert itt akartuk minden áron adni a Dunakanyarba. És azt is megmondom, hogy 600 ezer forinton múlt az, hogy itt van a hősülják, hogy mondjam, a Európa-bajnokság, vagy nem. Mert akkor a Gábor volt a hősülják, igen, és aztán a hősülják, utána a második körben már megajánlotta, de a második körben még 200-at rátette a fázi, hogy akkor már oda menjen. Mert kevesebb volt a hősülják. Kevesebb volt a hősülják a utazási rezsi, az is egy jó 100 000-re kevesebbet volt. Mert olyan nemzetközi. Hát, szeretnénk megköszönni, hogy eljöttél. Hát igaz, hogy nem Rajnaiból, szép emlékű Rajnaiból tudunk adni neked szeretni. Majd Nagy Vagyi Kékenőt, kérlek fogadsz szeretet, és itt meg
Igen, meg egy műsorban.